Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videónkhoz, következő vlogmas rész, végre a parókás videó, amit annyira nagyon kértetek már tőlem, és a szemem egyébként nem, hát mondjuk kamerán nem látszik, de nem azért piros, mert sírtam, vagy bármi, csak annyira viszketett az előbb, hogy jól megdörzsöltem. De most nem a szemek miatt vagyunk itt, nem is azért, hogy no make-up-ba vagyok, és mennyire csövesen nézek ki, hanem hogy ebből a szőkeségből barnaságot, majdnem feketeséget varázsoljunk. Jézus ereje! Nézd meg, kifésültem a hajam, és úgy nézek ki, mint egy pudli. De ezen mindjárt változtatni is fogunk. Egy kicsit pörgök, nem tudom, mi történt, de nagyon rá vagyok hangolódva a dolgokra, úgyhogy idehozom a hajat, és beszélek róla először is pár szót. Itt van nálam a haj, amit amikor utoljára láttatok, akkor még nem volt ilyen kis göndörke. Kiszökítettem már a csomókat, amik ugye itt vannak alul, hogy miért nem élesítesz rá? Amik itt vannak alul, ahogy ugye be van fűzve a haj végül is. Nem tökéletes, de gyakorlás teszi a mestert, úgyhogy lehet, hogy 4 videó múlva. 4 parókával később már profi leszek benne. Ezt egyébként rendesen festékkel csináltam, 20-as hidrogénperoxiddal, ami Magyarországon azt hiszem, hogy 6%-os. 6%-os hidrogénperoxiddal és egy kék tónusú szökítő porral. Azután megmostam az egész hajat lila samponnal. Felraktam egy baba fejre, amit ugye láttatok már, és a hajvonalát egy kicsit megigazítottam. Eredetileg is nagyon-nagyon szép volt, de egy nagyon picit még ráigazítottam, amit egyébként utólag lehet, hogy kell még majd, hogyha a fejemre próbáltam, de így elsőre kifejezetten nagyon tetszik, úgyhogy ezzel is megvagyunk, és természetesen hagytam levegőn megszáradni, mint ahogy általában a parókákat kell. És akkor 2 nappal később csontszáraz göndör maláj hajunkkal. Az IC-ről rendeltem a hajat, 100%-ban emberi haj. Tehát ezt kérdeztétek tőlem a komment részlegbe, 100%-os emberi haj, körülbelül 40.000 forint volt egyébként a paróka. És akkor nem tudom egyébként, hogy mit akartam még elmondani a felrakás előtt a hajról, de ezt már mondtam nektek az előző videóban is, a vlogban, hogy ez egy 360-as tül paróka. Ami ugye azt jelenti, hogy végül is csak ezen a részen, itt a fejed búbjánál van anyag. Végig körbe tül az egész paróka, és abba vannak a hajak belefűzgélve, ami ugye azt jelenti, hogy azt körbe-körbe le tudod ragasztani a füled mögött, a tarkodnál, a homlokodnál, mindenhol. És ez ugye azt eredményezi, hogy sokkal-sokkal természetesebben fog hatni. Soha nem volt még 360-as parókám. Az egyetlen emberi hajparókám is egyébként is csak a rövid. Nem tudom, hogy fog menni a felrakás. Az első résszel igazából nincsen bajom, azt szerintem egészen jól meg tudom már csinálni. Egyébként a Got to be glued-dal ragasztom le, és a freeze spray-vel szoktam formázni, babahajat csinálni, és igazából, hogyha bármit szeretnék, akkor azt azzal szoktam csinálni. Van itt nálam egy csomó fésű, olaj, csat, hajgumi, tényleg minden van nálam. És még mielőtt elkezdenénk, 2 dolog van, amit szeretnék nektek mondani. Az egyik az, hogy ez, nem tudom, hogy a másik videóban benne hagytam-e, de ez egyébként nem fekete. Innen nem fogjátok látni, hogy nem fekete, de ez egyébként egy kifejezetten barna. Ups, itt látjátok? Ez barna, teljesen, ez egy természetes hajszín, így talán egy kicsit látjátok.
kamerán keresztül egyáltalán nem adja át, és nyilván messziről is feketének tűnik. Vannak benne vörös szálak, szőke szálak, tényleg mint egy igazi emberi hajba, mivel az. Úgyhogy én azt mondom, hogy kezdjük is el, mert ez azért egy hosszú menet lesz, mire mindennel végzünk. Miért fogdosom? Ez még nagyon sokáig nem fog nekem kelleni. Először azt fogunk kezdeni, hogy ezt a borzadályt, ami a fejemen van, 3 vagy 4 részbe fogom felfonni. Szerintem maradok a 3-asnál, amit igazából mindig is szoktam csinálni. Be foglak majd titeket gyorsítani, vagyis hát magamat fogom begyorsítani nektek, mert esélytelen, hogy 40 perc alatti videót csináljak, ha nem gyorsítom be. És akkor úgy szoktam egyébként elválasztani, hogy körülbelül ez egy fonat, és itt pedig középen el szoktam válaszolni, és azokat vonom be, de ezt úgy is fogjátok látni, úgyhogy hallgassatok valami jó zenét, amíg én befonom a hajamat. Múltkor ezen röhögtünk Bencével, hogy mennyire nevetségesen nézek ki, de mindegy, igazából hátul itt van a 3., és ez úgy fog kinézni, hogy ide, erre a részére a fejemnek így szépen felcsavarom a hajakat. Azt hiszem amúgy, hogy egészen jól sikerült letűzni. Végre elérkezünk az izgi részhez. Kezd egyre sötétebb lenni, úgyhogy úgy gondoltam, hogy megelőzöm, és beállítottam egy világítást. Nem fogok egyébként sapkát tenni a fejemre, hanem használni fogom a csatokat, ami benne van a parókában. 4 darab csat van benne, ilyenek, és nyilván egy állítható gumi, hogy rá tud rendesen szorítani a fejedre. Jó amúgy, jó lesz ez. Átveszek egy másik felsőt, hogy egy kicsit jobban lehessen látni szerintem. Rendesen elfogom az oldalsó részeket, ugyanis elkezdünk leragasztani, ami úgy fog kinézni, beigazgatom a hajat oda, ahova szeretném, hogy legyen. Kicsit talán nagy, egy nagyon-nagyon picit az én fejemhez. Amit biztosan meg fogunk csinálni, hogy itt bevágjuk a tült, és szépen részenként visszahajtjuk. Valahogy így, és nagyon jó lenne, hogyha ez így maradna nekünk. Ami miatt igazából smink nélkül vagyunk a mai napon, az nem más, mint hogy 96%-os alkohollal, igazából 75-től felfele bármi jó. Le fogom törölni azt a részt, ahova ragasztani fogom a parókát, ugyanis akármilyen ragasztót használtok, legyen az ilyen gáttubis, vagy rendes parókaragasztó, hogyha zsírosak, koszosak, sminkesek, bármilyenek vagytok, az arcotok, a homlokotok, a fületek, a bármi, nem fogod ott tapadni. És akkor ezután belevágunk az igazi parókás részbe, ami nem fog máshogy kinézni, mint hogy elkezdjük felaplikálni a ragasztót. Elmondanám nektek egyébként, hogy minden, amit tudok, YouTube-ról tudom, tehát működik, tökéletesen működik, de nem vagyok profi, még én is tanulom az egészet, de próbálom nektek úgy elmagyarázni, hogy ha esetleg ki akarjátok próbálni, akkor szerintem ez tud segíteni, és hasznos lehet. Egy olyan fésűnek a végével fogom felrakni, ami tudjátok, ilyen kis fém. Legjobb az lenne, hogyha lenne nálam ilyen kis pálcika, mint a jégkrémeknek az alján, ami szokott lenni, az nagyon király lenne, ha lenne, de mivel nincs, így ezzel fogom felvinni a ragasztót, és nekem azért elég kicsi homlokom van, úgyhogy odafigyelek rá, a hajamra is teszek egy kis
hajzselét, hívjuk inkább hajzselének, mert a ragasztó az nagyon félelmetesen hangzik, és ugye ez vízre oldódik, tehát egyáltalán nem ragasztó. Vékony réteget fogok felkenni, megvárom, míg teljesen megszárad, majd fel fogok kenni még egy réteget, és oda fogom felragasztani a farókát. És ha fent van a ragasztó, akkor hideg fokozaton hajszárítóval rá tudtok segíteni, és akkor egy kicsit gyorsabb a menet. És miután mind a két oldal megszáradt, elkezdem felkenni a második réteget is. Egy nagyon picit hagyom még így a szabad levegőn is száradni, de körülbelül szerintem már jó lesz. Annyi a lényeg igazából, csak bocsi, közben itt takarítom a cuccaimat. Kezd zavarni, hogy széjjel vagyok. Arra kell figyelni, hogy ragacsos maradjon a felszín, mert nyilván azt szeretnéd, hogy beletapadjon, de közben nem szabad megfogni az ujjaddal, mert ugye attól meg olajos lesz, és akkor meg azért nem fog tapadni. Úgyhogy úgy fog kinézni a menet, hogyha úgy érzem, hogy meg vagyok, akkor a középső részt előre fogom húzni, és rárakom óvatosan arra a részre, ahova gondolom, hogy jó lesz. Utána az egyik oldalát is lehúzom, majd a másik oldalát is lehúzom. Szépen körbenézegetem, és hogyha elégedett vagyok azzal, ahogy kinéz, akkor a fésűnek ezzel a részével elkezdem szépen belefésülgetni, vagy ha szükség van rá, akkor ezzel a részével szépen belenyomogatom oda, ahova szeretném. Na lássuk, hát ha nem rontom el. Próbálok odafigyelni, hogy haj ne legyen ragasztó alatt. Jó. Pár percre ráraktam egy selyem sálat, amit igazából az egyik köntöskémből vettem ki, és erre használom, hogy le tudjam kicsit szorítani a parókáimat. És most pedig fog az a rész jönni, amikor levágjuk a tült, méghozzá. Tudjátok, mit akartam mondani? Te jó ég, majdnem elfelejtettem. Várok ajánlásokat paróka névre, ugyanis úgy döntöttem, hogy mostantól az összes parókámnak lesz neve, úgyhogy nagyon-nagyon találó neveket várok erre a csodálatos, majdnem fekete, sötét parókára. Egy ilyen szemöldök borotvával fogjuk levágni, vagyis hát én fogom, ti csak nézni fogjátok. Megpróbálom az összes baba hajat eltüntetni, nem, mert nem szeretném lenyírbálni. Iszonyatosan koncentrálok, mert nem szeretném magamat se megvágni, és nem szeretném elrontani se. Úgyhogy van itt nekem egy kis ollóm is, és azt fogjuk csinálni, hogy bevágom, és elkezdem levágni, amin lehet, hogy utólag még fogok egyébként javítani. Inkább középen kezdünk. Egy nagyon kicsit fogok levágni a hajas részből is. Annyira útban van mindig a kezem. Tudjátok, mire jöttem rá? Amúgy nem véletlen hoztam. Nagyon zavar mindig a kezem, hogy útban van, úgyhogy lehet, hogy csipesszel fogom fogni, és az kicsit javít a helyzeten, igen. Azért szemöldök borotvával csinálom egyébként, mert ez egy kicsit tépi a tült, és nem olyan egyenes vonalat fog vágni, tehát nem kifejezetten fog látszódni, hogy hol vágtam le.
alakul azért, hogyha túl keveset vágtok le, azzal elrontani nem nagyon tudjátok. Ha túl sokat, azt sokkal nehezebb javítani. Úgyhogy inkább kis lépésenként haladok, biztosra megyek, és ha kell, akkor majd még vágok le belőle. Még azért nem túl biztos a kezem. Megvan az egyik oldal! Nem hiszem el. Ez az oldal, látjátok, nem ragadt le tökéletesen, de nem baj, mert úgy is még egy picit rá fogunk fixálni, csak előbb jön az a rész, amitől én a legjobban félek. Ami nem más, mint hogy a fülem mögötti részt ki kellene vágni, de azt hiszem, hogy egészen jól sikerült elválasztanom. Még innen egy kicsit elcsenek. Inkább először kevesebbet vágjak. Megőrülök ettől a résztől, esküszöm. Oké, ez itt jól néz ki. Ez, mivel itt nem ragadt le, azt majd még meg kell igazítanom. Úgyhogy arra figyelek, hogy ez véletlen ne, hogy lecsattintsam. Úristen, tükörből ezt csinálni, ami hihetetlen rossz. A parókán belül ugye van ilyen igazítható... Mi ez? Szín. Bemerült a kamera maxia, viszont nincs időnk arra, hogy megvárjuk, míg feltölt. Azt kezdtem elmondani, hogy ugye a parókán belül van ilyen állítható gumiszalag, ami ugye arra szolgálna, hogy rá tudsz szorítani a fejedre. De nem volt belőle S-es, M-es, L-es sapka, maga, amire ugye a haj rá van rakva. És úgy néz ki, hogy nekem kicsi a fejem, mert iszonyatosan nagy volt. És ahhoz, hogy a fülem mögötti részt ne nyomja úgy, mint a veszedelem, sajnos ki kellett vágjam a guminak az illesztését. Így most ugye azt elvesztettük, viszont ha leszeretném ragasztani, akkor még mindig le tudnám ragasztani. De ezzel most nem fogok foglalkozni, a felesleges, miért nem tudom megtanulni tült, azt innen levágom, csak így nagyjából, tényleg nagyon nagyjából. A baba hajat nem vágom hozzá, mert ez amúgy kifejezetten tetszett, ahogy ezen meg van csinálva. Oké, ezt levágtam. Az fog következni, hogy elővesszük a rózsaszín erőt, a freeze spray-vel körbe fogom fújni az egész hajvonalamat. Áú! És... Na, csak maradj már ott, kérlek. Sajnos akkorák a füleim, hogy nem tudom a fülem mögött elvezetni. Úristen, ezután olyan piros leszek mindenhol, mint a fene. És akkor attól függ, hogy meddig tart ki a türelmem, de ha minden jól megy, akkor egy 15-20 percig ez rajta lesz a fejemen, és annyi idő alatt annyira rá fogja szorítani, és igazából ez egy nagyon picit benedvesíti ugye a ragasztót, ami teljesen át fog menni a tüllön, és a nyomással együtt bele fog olvadni az én csodálatos homlokomba, ami azt fogja eredményezni, hogy alig lesz látható. Reményeim szerint, általában ez így szokott működni. És amikor ezt leveszem, akkor még pár igazítást fogunk csinálni ezen a kis csodán, és utána kivasalom, és megmutatom, hogy hogy nézek ki. Nem tudom, mennyi idő telt el, de ahhoz pont elég, hogy elkezdjem levenni. És megpillantjuk, hogy hogy néz ki. Előre szólok, nagyon piros lesz a fejem is, és a fülem is szerintem, mert mindig megijed az ilyen kis
leszorításoktól. Ez az! Van itt pár hajacska, amit azért le kell fésülgetni a ragasztótól. Júj, hogy elgyűrte a fejem! Ú, de nagyon szépen odaragadt. Lefele fésülgetem azért, hogy nehogy véletlen felkapjam, amit kőkemény munka árán leragasztottam. Viszont, hogy az összes haj, ami esetleg odaragadt, az kijöjjön. Itt látjátok, hogy egy kicsit több tült hagytam ott, ami most nem kifejezetten fog zavarni minket, mert nem szeretném felkötve hordani. Ha meg fel lesz kötve, akkor meg azt senki nem fogja látni, úgyhogy azzal most nem is fogok foglalkozni, következőleg majd vagy levágom, vagy úgy ragasztom fel, hogy kicsit hátrébb legyen. Nagyon jó lesz, nincs még kész, úgyhogy még ne kezdjetek el pánikolni, hogyha valami nem tetszik. Egy fülpiszkálóval és egy nagyon kevéske alkohollal elkezdem itt letörölni körbe, és igazából leoldom azt a ragasztót, ami nyilván nem lett felhasználva, és már nem kell, hogy ott legyen. A következő lépés az lesz, hogy kivasalom a hajam most már, és utána jövök, hogy elmondjak még pár részletet. Visszatértem kivasalva, és egy nagyon picit vágtam a végéből, mert nagyon csúnya volt. Miután kivasaltam, az egyáltalán nem nézett ki szépen. A legalapabb dolgok után így néz ki, viszont nagyon-nagyon sok ilyen kis szállóhajam van még, úgyhogy mutatom a következő lépést. Egy kupvassal szoktam csinálni. Külföldön nagyon nagy divat ez a hot comb, vagyis forró fésű. Úgy néz ki, mint egy kúp, egyenes kúpvas igazából, csak vannak kis fogai, és általában azzal szokták csinálni, viszont mivel én itthon nem találtam, csak azért meg nem akartam rendelni, hogy pont ugyanolyannal csináljam, így ezzel fogom nektek megmutatni azt a nagyon bonyolult menetet, ami ennyit takar. Nagyon erősen rá szoktam nyomni a fejemre a kúpvasat. Figyelek arra azért, hogy egy helyen ne tartsam túl sokáig, mert egyébként baromi meleg. És szépen lassú mozdulatokkal lelapítgatom. És ezt igazából egészen addig csinálom, míg úgy nem érzem, hogy elég lapos mindenhol. Nyilván amúgy tök sok múlik azon is, hogy hol van alatta a hajam. És úgy gondolom egyébként, hogy most nem babrálok vele többet. Úgyhogy megmutatom az utolsó lépéseket, amiket még esetleg én szoktam csinálni, vagy ti tudtok, hogyha szeretnétek. Először is. Így néz ki az egyik oldalam, és így a másik. Összességében szerintem nagyon szép, és ahhoz képest, hogy negyedjére rakok fel úgy parókát, hogy tényleg ki akarok menni emberek közé, és hordani akarom, és valamennyire el akarom hitetni az emberekkel, hogy a saját hajam, ahhoz képest szerintem tök jó. És nyilván, hogyha sminkelek, akkor nagyon sok hibát el lehet tüntetni sminkkel, de mivel még nem vagyok benne biztos, hogy ez most be fog következni, így megmutatom a smink nélküli opciókat. Ami biztos, ugye itt látjátok, hogy ami ugye a fejbőröm lenne tül, az azért nem tökéletesen fejbőrszínű, úgyhogy fogok egy lapos ecsetet, egy ilyen ecsetet, tettem rá a legvilágosabb korrektoromból, és azért figyelek arra, hogy ne legyen rajta túl sok, mert az nagyon hülyén tud kinézni. A középválasztékomba, mivel most középválasztékom lesz, elkezdem belehúzogatni. Előre is teszek egy kicsit. És ahol úgy érzem, hogy igazából a fejbőrömnek kellene lennie, de átüt picit a hajam, oda is teszek.
akkor igazából ez valahogy így néz neki. Mindig máshogy dolgozom el. Szerintem, hogyha fel tudtátok így rakni magatoknak a parókát, akkor azt már érezni fogjátok, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy természetesen nézzen ki. Hogyha valaki nem olyan kényelmes a korrektorral, akkor fogtok egy teljesen egyszerű púdert, picit beleütögetitek, lekopogtatjátok, és azzal mentek végig. Ami igazából jobban a kezetekre áll. És hogyha megvan az a része, én most a korrektorral fogom folytatni, tűrre ott, ahol lelóg, de egy picit látszik, hogy az tűl, teszek ebből a világosabb korrektorból, picit a hajba is belehúzom, és itt a végére a bulinak a legelső sort, vagy még annál is kevesebbet, tényleg csak egy inci-finci hajat kiválasztok, nagyon picit. Mondjuk egy ilyen két sor lehet, maximum három, lehet sok is. Ezek nem kellenek, így jobb lesz. És akkor szemöldök borotvával elkezdek babahajakat vágni. Az a baj, hogy kicsit túl éles az enyém most. Nem annyira szeretem, mert azt rendesen elvágja, és nem lesz babahaj hatása. Ilyenkor szoktam azt csinálni, kicsit felhúzom, és megpróbálom csak azokat, amiket kiválasztottam, egy hosszra levágni. Utána visszahúzom, és egy az, hogy különböző hosszúságúak lesznek, kettő pedig, hogy tudom még variálni, hogy melyik merre eljön. És hogyha már ennél a résznél tartotok, akkor igazából ez szerintem a legeslegutolsó, amit még tudtok csinálni. Tudjátok, hajsprével, zselével, habbal, igazából bármivel meg tudjátok csinálni. A lényeg az, hogy egy ilyen kis kefe, vagy egy rendes fogkefe kell nektek. És ezzel elkezdetek babahajakat applikálni. Kicsit már túl sok babahaj van, vagy túl sok, mi ez, hajspré van rajta az én hajamon. És kezd egy kicsit bekeményedni, valahogy így. Igazából annyit csináltok, amennyi jól esik. Én nem kifejezetten szeretem. Valamelyik nap egyébként csináltam a saját hajamból, és nem is értettem, hogy miért. Arra nagyon jó, hogyha valamit iszonyatosan elrontotok, akkor mutatom. Vagy ha felválik az oldala, vagy bármi, akkor kivesztek innen egy kevés babahajat, vagyis hát az első sort, amit babahajnak fogtok használni. Minél hosszabb a babahaj, annál kamubbnak néz ki. És igazából befésülitek úgy, hogy takarja a hibátokat. Tegyük fel, hogy itt teljesen feljött volna a tűl, de még szeretném, hogy rajtam legyen a paróka. El van takarva. Vannak olyan lányok, akiken fantasztikusan néz ki, én nem érzem úgy, hogy rajtam annyira nagyon jól állna. Igazából meg lehet csinálni, nagyjából én is meg tudom csinálni. Meg szeretném mutatni, hogyha nem vágtok babahajat egyébként, csak kifésültök így pár szálat, akkor is meg tudjátok csinálni. Tehát ez most, hogyha be lenne fújva, tökéletesen ott maradna, de szerintem minél rövidebb, és minél kevesebb, annál hihetőbb. Nagyon picit mindig befújom a paróka tetejét. És lefésülöm.
Voilà! Készen van a csodálatos új hajam. Összességében nagyon tetszik egyébként. Van még pár dolog, amit szeretnék vele kipróbálni. Nyilván, hogyha lesz rajtam paróka sapka, akkor még jobban fog kinézni. Most már így erre utólag rájöttem. Azt hittem egyébként, hogy nem fog alá kelleni. Bár mondjuk szerintem így is tök rendben van, de lehet, hogy még tudna egy kicsit jobb lenni, és akkor hátul is még jobb lenne. Sajnálom nagyon, hogy ki kellett vágjam az igazítható kis gumit rajta, de még így is nyomja a picit a fülem, úgyhogy még azon is vágnom kell, de hogyha benne hagyom, akkor biztosan nagyon durván nyomta volna. Úgyhogy a linkjét lerakom a leírásba, hogyha kíváncsiak vagytok rá, akkor nézzétek meg. Hogyha bármi kérdésetek van a felrakással kapcsolatban, vagy formázással, vagy bármivel, akkor azt a komment részlegbe írjátok meg nekem. És hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán is, az Instagramen mindig lent van a leírásba, úgyhogy megköszönöm, hogyha lecsekkoltok. Én még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, és holnap is találkozunk.